Következik tehát az első elődöntő, Király Róbert és Zöld Ferenc között. Természetesen ez a találkozó is három menetesre van kiírva. Nézzük az első felvonást. Ja, csak a rendkedvéért, zöld nadrágban és kék kesztyűben Zöld Ferenc, kék nadrágban és fekete kesztyűben pedig Király Róbert. Ugye a negyed döntőben Király Róbert volt az, aki valamivel könnyedébben, hogyha lehet ezt mondani, valamivel egyszerűbben oldotta meg saját feladatát, ugye Ház Lászlóval szemben, és jutott ide a legjobb négy közé. Zöld Ferenc egy picit nehezen melegedett be a Kubicek Antal elleni mérkőzésen, végül azonban ő is vette az akadályt, így kerülhetnek össze tehát a döntőbe jutásért. Szépen talált Király bal kézzel. A mérkőzés esélyese, ha nem is sokkal, de egy hajszála mindenképpen Zöld Ferenc. Kettő közül ugye ő a rutinosabb profi. Zöld próbált indítani egy jobb kezessel, ez nem volt pontos. Gyuri Miklós azonban Király Róbertnek szól, hogy ne hajoljon ennyire mélyre. Egyelőre tapogatózó első menet. Ez eddig ugye nem volt megszokott itt a hárommenetes középsúlyú 8-as tornán. Hárommenetesre tervezett meccsekkel tartított középsúlyú 8-as tornán. A Zöld Ferenc indul meg, a jobb kézérzésem szerint pontatlan volt. Aztán Győri Miklósnak kell ismét közbeszólnia. Most talált Zöld Ferenc bal kézzel, aztán jön a válasz Királytól. Egyetlen lépéssel sem szeretne lemaradni, sem még bunyós a másiktól. Testen próbálkozott Zöld Ferenc, ezt jól védte most Király. És aztán talál bal kézzel Király Róbert. Megint testen próbálkozik Zöld, ismét eredménytelenül, aztán a bal egyenes elérte Királyt. Jobb bal, megint talál Zöld Ferenc, aztán a kombináció többi ütése már nem volt pontos. Próbálja bontogatni Zöld Ferenc ellenfele kettős fedezékét, több-kevesebb sikerrel egyenlőre. Talán az első testütés, ami értékelhető volt Zöld Ferenctől. Itt talán ő az, aki valamivel többet indít. Nem egyenlőre. Az eddig megszokottakhoz képest kifejezetten tapogatózó jellegű első felvonás. Vége is a menetnek. Nevezhetjük ezt egy bemutatkozó első három percnek. Talán Zöld Ferenc volt valamivel aktívabb. Nézzük a folytatást, jön a második menet. Zöld Ferenc továbbra is az, aki próbál indítani, ő az, aki próbál kezdeményezni, aztán azonban Király is igyekszik válaszolni. Na, szépen találtak mind a ketten. Megint talál egyszer Király. Szépen előzött most bal kézzel Zöld. Pontatlan Királytól, jól jön el Zöld Ferenc, aztán szép a válasz is. Ez testen nem volt pontos. Egyelőre Király is csak próbálja megtalálni azt a ritmust, amivel eredményes lehet. Most szépen fogadta Zöld Ferenc ellenfelét. Két ütést talált. Itt most Király lépett el jól, aztán azonban a válasz már nem volt pontos.
és most tisztán talál Zöld Ferenc 3x4-szer. Talán egy picit meg van ütve Király Róbert. De nem, úgy tűnik, hogy nagyon hamar rendezni tudta sorait. És azonnal fölveszi a kettős fedezéket. Szépen talált most Zöld Ferenc. Aztán ez az ellépős jobbkéz is jó volt. Szépen szorgalmasan gyűjtögeti Zöld tehát a pontokat. És egyelőre nagyon jó ritmusban lépked el Király Róbert elől. Aztán testen megint talált. Sokkal többet üt Zöld Ferenc, és most már egyre nagyobb százalékban talál is. Annak ellenére, hogy Király Róbert meg gyakorlatilag folyamatosan fent van a fedezéke, ezt azonban most már egyre többször tudja Zöld Ferenc átütni, és amikor úgy hozza a helyzet, akkor nagyon szépen lép el ütőtávból oldalra. Ez eddig egyértelműen Zöld Ferenc menete. Nincs is már sok hátra a második felvonásból, most is nagyon szépen jött el. Nem csak szépen jött el, hanem ütéssel jött el, és talán ez még fontosabb, most is kétszer talál Zöld Ferenc. Egyelőre úgy tűnik, hogy ráérzett ellenfele bunyójára. Megint talál kétszer, háromszor Zöld. Itt a vége a második felvonásnak. Érzésem szerint ez egyértelműen Zöld Ferenc menete. Persze azonban Király szempontjából még messze nem úszott el a hajó. Következik a harmadik felvonás. Az első elődöntő utolsó menete. Király érzi, hogy talán pont hátrányba lehet, meg is próbál megindulni, ennek ellenére szépen talál Zöld. Megint odaért a bal kéz, aztán még egyszer. Egyelőre nagyon bátran és nagyon jól bunyózik Zöld Ferenc. Érzésem szerint ő ezeknek inkább érvényesül az akarata, illetve az elképzelése. Szintén hajolt el Király, aztán jó volt a jobb keves. Próbál előre jönni Király Róbert, próbál dolgozni. Találatok azonban most nem voltak, hiszen nagyon jól jött el ismételten Zöld Ferenc. Azonban megpróbál egy kicsit ritmustalanul közbe-közbe ütögetni. És ezért ez jó néhány alkalommal bejött már. Még Király indít. Nem találat egyik oldalon sem. Közös a sejtőjében Zöld Ferenc arc előtt, aztán megint nagyon szépen lép el és talál. Ezek nagyon jól működnek a Zöld Ferencnél, közben megint ellépésből jó volt a bal kéz. Hátrafele menetben boxolgat Zöld Ferenc, de egyelőre nagyon eredményesen. Most aztán talál Király is, de jön a válasz Zöld Ferenctől, egy nagyon tiszta jobbkezes. Az ott ült Király Róbert ellen, aki azonban egy pillanatra sem adja föl. És gyakorlatilag folyamatosan jön, Zöld Ferenc pedig kikacsint a szorítósarokba. Úgy érzi, hogy meg lehet ez a mérkőzés, vagy talán el is hiszi, hogy már megvan az, már ez lenne a nagyobb hiba. Ettől függetlenül azt azért egyértelműen ki lehet jelenteni, hogy az történik a szorítóban, amit ő szeretne, ismételten talál Zöld. Testen, fejen is egyébként eredményes tud lenni. Megint találva a kézzel, nincs már sok hátra a menetből. A válasz Királytól, ez jó volt ez a jobbkezes. Itt azonban úgy tűnik, hogy tudja védeni Zöld Ferenc, aztán egy felütéssel ismételten jól búcsúzik. Picit fáradni látszanak a felek, de hát ugye a második mérkőzése mindkettejüknek. Mondhatjuk úgy is, hogy a hatodik menet legvégén járnak. Szépen talált jobb kézzel kétszer, háromszor is Zöld Ferenc. A Király folyamatosan próbál előre jönni, érzi, hogy neki kell diktálnia, neki kell ütnie, neki kell mennie előre. Hiszen az azért egyértelmű, hogy valószínűleg pont hátrányban van Király Róbert. Azt viszont nem lehet mondani, hogy nem próbál meg mindent megtenni azért, hogy ő jusson a Super 8-as döntőjébe, de egyelőre nagyon-nagyon szépen találgat Zöld Ferenc. Most is remekül lépett be ritmusba. Itt a vége a találkozónak. Egy nagyon jó mérkőzésen egyértelműen Zöld Ferenc a győztes, ő jut tehát elsőként a döntőbe. Következik a második elődöntő. Komjáti László nekünk háttal, ellenfele pedig Súrman Zoltán.
azt, hogy meg lehetett szokni a két versenyzőtől. Ahogy ezt az első mérkőzésükön lehetett látni, azért mind a ketten nagy iramban kezdtek. Mind Varga János, mind pedig Szekeres Norbert ellen. És úgy tűnik, hogy ezt most is próbálják folytatni. Komjáti volt ez, aki egy kemény kombinációval igyekezett megkínálni ellenfelé. Csurman azonban jól állta a sarat, és próbál rögtön válaszolni. Testen próbálkozik Csurman, ezt most jól védte Komjáti. Egyelőre olyan nagyon tiszta találatot még azért nem lehetett látni itt az első fél percben. Az viszont egyértelmű, hogy jó kis eseménydús mérkőzésnek nézünk elébe. Két rutinos versenyzőről van szó, két öreg rókáról, ahogy ők saját magukról szoktak beszélni. Itt közben egy jobbos és egy balos is elszállt Csurmantól. Aztán talál Csurman Zoltán. Ők is egyébként jó barátok, ezt ugye már elmondtuk a tartalékmérkőzésen is, hogy ott is két jó barát küzdelmét lehetett látni. Ők is abszolút jó viszonyban vannak, és azt mondták, hogy ha összekerülnek ezen a 8-as tornán, akkor természetesen eredménytől függetlenül ugyanúgy megmarad a haveri viszony. Most keményen verték keresztbe egymást, érzésem szerint egy picit ebből Csurman jött ki jobban. Komjáti viszont nem az a bunyós, akit ez annyira nagyon-nagyon zavarna. Ő ugyanúgy fog menni tovább előre, megpróbálja a saját tempóját, a saját bunyóját erőltetni az ellenfélre. Ebben egyébként nagyon jó Komjáti László. Komjáti indított, nem talált, Csurman viszont érzésem szerint testen ismételten eredményes volt. Azért itt is valamivel kisebb a lendület, mint a negyed döntős mérkőzéseken, megint Csurman indul meg. Most jól lépett el Komjáti, ez nem volt érzésem szerint találat. Szóval itt is azért valamivel kisebb a tempó. Nyilván mindketten szeretnének döntőbe kerülni, mindketten azért kellőképpen tisztelik a másikat. És hát nyilván azért tisztában vannak a másik erősségeivel is. Komjáti lódul meg amolyan Komjátisan is, talált is jobb kézzel kétszer. Egy pillanatra, mintha bajban lett volna Csurman, aki nagyon okosan azonnal kapaszkodik és tördeli a bunyót. Nem mondom azt, hogy benne van az ütés, de egy pillanatra zavarba hozták a Suribolyt. Ugye ez a beceneve Csurman Zoltánnak, itt a vége az első felvonásnak. Komjáti dob egy puszit a barátoknak, rajongóknak. Szoros kiegyenlített első menet, nézzük, hogy mit hoz a folytatás. Csurman próbál most indítani jobb kézzel. Jól olvasta egyébként Komjáti, aki próbál nagyon sokat mozogni törzsből is egyébként, nem csak lábon. És most megint indít egy 2-3-ast, és most megvan ütve egyértelműen Csurman. Nagyon szépen talált balla a jobba a Komjáti, azonnal észreveszi a lehetőséget Komjáti, és próbál menni előre. Ott jön a kapaszkodás. De ez bizony most átszaladt Csurmanon egyértelműen, Komjáti pedig próbálja kihasználni, megpróbálja lefinisálni Csurmant, aki azonban oda áll bunyózni. De jó kis meccs lett ebből itt pillanatok alatt. Azonnal volt egy kis adok-kapok. Komjáti indította ugye ezt a kis részösszecsapást, meg is rázta vele Csurmant. De Csurman kőkemény bunyós, azonnal odáll és azonnal keresztbe veregetik egymást a fiúk. Hát sokan mondták, hogy döntőnek beillő elődöntő, egyelőre ezt abszolút igazolják a versenyzők. Szépen előzte meg balla Komjáti most Csurmant kétszer is. A jobb kéz is befért a kesztyűk között, aztán ott a válasz jobba a Csurman. Hát nagy pofon egyenlőre a válasz itt a második menetben. Nehéz megmondani, hogy ki az, aki többet talált. Mert talán ebben most egy hajszállal a sziklabece nevű Komjáti László a jobb. Új, de tisztán talált megint jobb kézzel Csurman. Most érzésem szerint Komjáti az, akinek kapaszkodnia kell. Ő az, aki talán egy picit bajban van, mosolyog Komjáti. De hát azért egy ilyennek annyira nem örül az ember, nagyon szépen talált Csurman. És megint érzésem szerint jó volt a jobbkezes, Komjáti volt az, aki próbált ütni, őt azonban csak fedezéket talált. Csurman pedig nagyon jó ütemben indított jobbossal. Ért el egyértelmű és tiszta találatot.
Hát ez eddigi legjobb menete ennek a Super 8-as tornának, azt hiszem, hogy ezt ki lehet jelenteni. Hiszen nem sok olyan felvonás volt, ahol mind a két bunyóson átszaladt egy-egy ütés. Ezt most itt bemutatta nekünk Komjet és Surman. Nincs már sok hátra a középső menetből. Komjet jön nagyon széles, nagyon kemény ütésekkel. A Surman ezt most jól védte le. És hát kőkeményen akciózik mindkét versenyző. Talán azt is lehetne mondani, hogy egy picit fejetlenül mennek bele ezekbe az adokkapok küzdelmekbe. Azonban ezzel egyértelműen a nézők járnak jól. Hiszen unatkozni egy pillanatra sem lehet ezen a mérkőzésen sem. Testen próbálják most bontogatni egymást a felek. És Komjáti talált megint egy bal jobbal. Hát nem lehet panasz az iramra, ott a vége a második felvonásnak. Visszakacsintottak azért itt, hogy mutatták is egymásnak a kisebb-nagyobb sérelmeket, fejeléseket, tarkőütéseket, de hát ez ilyenkor benne van. Jön a harmadik és egyben utolsó menet. Hát talán ki lehet jelenteni, hogy aki nyeri a felvonást, na az lesz Zöld Ferenc ellenfele a döntőben. Hiszen nagyon kiegyenlített első két menetet láthattunk, és egyáltalán nem érezheti nyerekben magát egyik versenyző sem. Surman talált ballag, az első ütés egyértelműen befért, aztán a jobbos inkább már elszállt, illetve hát nagyon jól bújt el az ütések elől a Komjáci László. Az jobb kezes nem volt pontos Surmantól, a testen próbálkozott Komjáti, és mire kimondanám, hogy jön a válasz Surmantól, addigra már megint Komjáti akciózik. Nagyon hullámzó egyébként ebből a szempontból a mérkőzés, hol az egyik fél, hol a másik fél próbál meg a ring közepéből irányítani, hol a Komjáti, hol pedig Surman indít támadó jellegű akciót, azonban rögtön jön a kontra minden esetben a másiktól. És azért azt is érdemes elmondani, hogy a védekezése sem rossz egyik versenyzőnek sem, hiszen nagyon-nagyon sok támadás, nagyon-nagyon sok ütés áll, vagy a kesztyűn, vagy pedig a karokon. Komjáti csóbált egy picit a fejét. Természetesen nem történt olyan nagyon komoly szabálytalanság, inkább csak taktikai jellegű falt volt ez, hogyha lehet ezt így mondani Surmantól. Picit azért fáradnak most már a felek, hát ez a második menet az nagyon hajtós volt. Hát a harmadiknak eltelt a fele, de azért itt sem lehet unatkozni. Most egyikük sem talál. Komjáti próbálja megelőzgetni Surmant, több-kevesebb sikerrel jött be eddig neki. Oda-oda szólogatnak a felek egymásnak, miközben szépen talált most jobb kézzel Komjáti. De természetesen nem rossz indulatú megjegyzésekről van szó, megint talál kétszer a szikla. Aki most már a nyelvét is nyújtogatja. Én úgy látom, hogy nyerekbe érzi magát Komjáti László. Érzésem szerint azért ennél minimum szorosabb a meccs, mint amit most az ő arckifejezése mutatott. Nem az is lehet, hogy csak élvezi a szituációt, élvezi a bunyót. Hát lassan a hajrát nyithatják meg itt a harmadik menetben a versenyzők, most Surman talált jobb kézzel szépen, aztán megint megállított a Komjátit, aki azonban rendületlenül próbál előre felé jönni, és a pillanatnyi pihenőt nem ad ellenfelének Komjáti László. Ezt egyébként nagyon-nagyon jól csinálja, ez nagyon megy neki. Láthatjuk a negyed döntőben is, és itt most az elődöntőben is. Hát kérdés, hogy bemutathatja-e majd a fináléban, megnyeri-e ezt a mérkőzést Surman Zoltán ellen. Az utolsó másodpercek most már a második elődöntőben. Jó kis adok-kapok csata ez mindenképpen. Bármi is lesz a végeredménye, mindkét versenyző az hiszem, hogy büszkén jöhet le majd a szorítóból. Ezen nagyon nagy csatát vívtak. Itt már egy picit pontatlanul röpködnek az ütések. És ebben a pillanatban vége a mérkőzésnek. Komjáti László emeli föl a kezét. Hát pillanatokon belül kiderül, hogy bejött-e a megérzése itt az utolsó gong szó után. Nézzük tehát, hogy kikerül a fináléba. Komjáti László a győztes tehát. Ő az, aki Zöld Ferenc ellen küzdhet a Super 8-as döntőjében. El is érkeztünk tehát a fináléhoz. Komjáti László és Zöld Ferenc. A két résztvevője ennek a döntőnek. Azt hiszem, hogy megérdemelten jutottak be mind a ketten a Super 8-as döntőjébe. Hiszen kiváló teljesítményt nyújtott mindkét versenyző. Az eddigi két-két mérkőzésén csak a rendkedvéért. Zöld nadrág, kék kesztyű, Zöld Ferenc.
fekete nadrágban és piros kesztyűben pedig nekünk jelenleg háttal Komjáti László. Több szempontból lesz érdekes ez a mérkőzés is, miközben az első találat Komjáti nevéhez írható föl. Mindketten elmondták, hogy kesztyűztek ők már korábban a DVSC-ben. És egy nagyon kemény, nagyon jó ellenfelet ismert meg, mint Komjáti, mint pedig Zöld Ferenc is a másikban. Akik úgy tippeltek, hogy Zöld Ferenc és Komjáti László fogja vívni ennek a Super 8-as tornának a döntőjét, azoknak végül is bejött a tipje. Valamilyen szinten lehetett számítani arra, hiszen ők ketten, illetve még talán Surman Zoltán nevét mondták többen, hogy ő érhet oda a fináléba, ugye Surman az elődöntőben vérzett el, idézőjelben, hogyha lehet ezt mondani, ugye Komjáti László jutott tovább a kettőjük meccséből, ez a Komjáti, aki most kétszer talált. Zöld Ferenc pedig az elődöntőben meggyőző teljesítményt nyújtva győzte le Király Róbertet. Itt azonban az már most kijelenthető, hogy nagyon nehéz dolga lesz Komjáti Lászlóval, nagyon nehéz megállítani a Szikla Bece nevű bunyóst, annak ellenére, hogy ő az idősebb, most is talál egyébként Komjáti, annak ellenére egyébként hatalmas tempót tud diktálni Komjáti. Most szépen előzött azonban a zöld ballal. De Komjáti talál jobb kézzel, testen is próbálkozik Komjáti. Hát ebből is adok-kapok. Jó kis adok-kapok mérkőzés van, hiszen egyikük sem szeretne lemaradni a másiktól, a tiszta találatok számát tekintve. Egyenlőre érzésem szerint talán Komjáti az, aki több értékelhető ütést vitt be. Most is ő jön előre. És ugye egyszer-kétszer itt is talál. Zöld pedig megint szépen bújt el ezt, ugye az elődöntőben már láthattuk tőle, aztán egy tiszta jobbkezes Zöld Ferenctől. Jó ritmusban ütötte ki. Az is érdekesség, hogy itt a középsúlyú torna döntőjében két olyan versenyző öklözik, akik hát nem naturális középsúlyú versenyzők, miközben kőkemény összecsapás itt a piros sarokban. Mind a ketten találtak érzésem szerint. Nincs már sok hátra az első menetben, de szépen talált testen közben zöld. Aztán Komjáti fejeni. A jobbkezes az nagyon jó ütemben érkezett Komjátitól, és megint talál jobb kézzel, talán egy picit most át is szaladt ez az ütés Zöld Ferencen. Nincs már sok hátra a menetből, egészen pontosan ennyi. Hát érzésem szerint ez a gong szó, ez ma Zöld Ferencnek jött jól. Itt a vége felé azért belenézett egy tiszta jobbkezesbe, de természetesen készen áll a folytatásra, jön tehát a döntő második menete. Az első felvonást érzésem szerint Komjáti László vitte el. De hát volt már ezen a tornán olyan helyzetben Zöld Ferenc, hogy nem sikerült neki túl jól az első menet. És megint talált többször Komjáti, aztán Zöld Ferenc azonnal próbál válaszolni, de jó kis mérkőzés lett ebből is. Egyetlen egy ütéssel, egyetlen egy találattal sem szeretne elmaradni egyik versenyző sem a másiktól. Hiszen, mint már azt többször elmondtam, itt nem nagyon van idő behozni kisebb-nagyobb hátrányt, itt egy menet elvesztése az nagyon sokba kerülhet, és úgy tűnik, hogy Komjáti László az újabb menet megnyerése felé halad, hiszen most is többször talált, annak ellenére, hogy aztán a végén egy kicsit elvesztette az egyensúlyát, de ennek ellenére érzésem szerint megint jól jött ki ebből az összecsapásból, és többször talált fejen. A bal kezeset mindig elérte most Komjátit, de nem volt egy megrendítő erejű ütés Zöld Ferenctől. A jobbkezes az odaért, pedig egy megelőző bal megint Zöld Ferenctől. Két nagyon jó bunyós tehát a fináléban, megint talált Komjáti, annak ellenére, hogy fönt volt zöld kettős fedezéke. Így is befért azért egy Komjáti ütés, és megint nagyon tisztán talál jobb kézzel Komjáti. Megint bajban van Zöld Ferenc, egy picit érzésem szerint, aztán ott jön a válasz. Dőri Miklós mérkőzés vezető pedig közbelép, hiszen, hogyha jól látom, akkor Zöld Ferenc fogvédője kiesett itt az imént attól a jobbkezestől. A nagyon parás kis összecsapás volt, úgy megint Komjáti volt az, aki indított, és ő volt az, aki nagyon tisztán talált egyébként egy jobb ballal. Zöld Ferenc azonnal visszaadta
ugyanúgy keresztbe tudta verni Komjátit, mint ahogy előbb fordítva, vagy azelőtt fordítva történt. Aztán megint egy hatalmas adok-kapok csata, mind a ketten találnak, hát nagyon nehéz lenne megmondani, hogy ebből melyikük jött ki jobban. Komjáti volt az, aki előre jött, de Zöld Ferenc egyébként nagyon jó ritmusban lépked ki oldalra és próbál válaszolgatni. Aztán megint megszórja Komjáti ellenfelét, és kétszer nagyon keményen talál. Annak ellenére, hogy fent van Zöld Ferenc fedezéke, egész egyszerűen átüti azt Komjáti László. Elképesztő dinamikával és erővel dolgozik, és megint tisztán talál jobb kézzel. Most talán egy picit bajban is van Zöld Ferenc. Nem csak benne van az a néhány tiszta jobbkezes, hanem úgy érzem, hogy most eljutott arra a pontra, hogy nem nagyon tud mit kezdeni Komjáti bunyójával. Hát itt szűk egy perc alatt volt két-három kőkemény összecsapás, és itt a negyedik. Ebben most mondjuk nem volt annyi tiszta találat. Betemar legyen a talpán, aki mondjuk 3-4 ilyen összecsapás után odáll még az ötödikre is. Megint talál Komjáti ballal, jobbal. Nagyon érdekes, hogy ez azért már a harmadik meccse ugye a fiúknak. És Komjáti még mindig ilyen 5-6 ütéses kombinációkat képes indítani. Vége a második felvonásnak, ez egyértelműen Komjátié. Egyetlen menetre van attól tehát Komjáti László, hogy megnyerje a középsúlyú 8-as tornát. Ez az egyetlen menet tehát, az est utolsó menete ebben a pillanatban kezdődik el. A Super 8-as torna döntőjének harmadik felvonása tehát. Komjáti László és Zöld Ferenc között megint szépen talál Komjáti bal kézzel, aztán jön a válasz Zöld Ferenctől. Tisztán ült fültövön az a jobbos. A Komjáti folyamatosan jön előre, tehát mintha nem is indítana ütés Zöld Ferenc, gyakorlatilag úgy viselkedik a szorítóban Komjáti László, pedig azért Zöld Ferenc is talált már szép számmal ezen a mérkőzésen is. Próbálkozik Zöld Ferenc, jön előre, hatalmas küzdő egyébként ő is, mint ahogy Komjáti, mindent megtesznek a felek azért, hogy ők nyerjék a végén ezt a mérkőzést. Érzésem szerint Komjátihez most már lényegesen közelebb áll. Gyakorlatilag 2 perc választja el attól, hogy ő legyen a torna győztese. Érezhetően fáradtabbak, vagy fáradtak a felek. De ettől függetlenül még nézem, mind a ketten próbálnak akciózni, és megint mind a ketten találnak, de érzésem szerint ebből is Komjáti jött ki jobban. Az utolsó egy perc is megkezdődik lassan, tehát a középsúlyú 8-as torna döntőjében. Most már egy picit talán pontatlabban ütnek a felek, de mire ezt kimondom, addigra talál Komjáti, aztán talál Zöld Ferenc, aztán megint Komjáti, és most megpróbál megindulni a szikla. Nem hagyja azonban annyiban ez Zöld Ferenc, és ezért ő is igyekszik minél többet, minél tisztában találni. Hát itt már félre van dobva mindenféle taktika, ha egyáltalán volt eddig bármilyen is. Itt most már, ami szufla bennük maradt, azt most már kihajtják magukból a fiúk. Azt hiszem, hogy mind a ketten abszolút győztesnek érezhetik magukat ezután a mérkőzés után, bármi is lesz a végeredmény, hiszen azért egy ilyen tornának a döntőjébe bejutni az már önmagában hatalmas dolog. És az, hogy a fináléban gyakorlatilag mindkét versenyző fantasztikus teljesítményt nyújt, azért az sem kis dolog. Nincs már annyi pontos találat, sőt most már Komjáti sem indul annyira vehemensen meg. 2 másodpercenként gyakorlatilag. Talán ő is érzi, hogy most már elég besétálni gyakorlatilag a célvonalban. Na hát mire ezt kimondom, azonnal megindul Komjáti László. Most azonban nem volt pontos, sőt, hogyha lehet mondani, akkor talán még Zöld Ferenc volt az, aki szépen talált ebben a pillanatban. Vége a mérkőzésnek. És vége a középsúlyú 8-as tornának. Nézzük tehát a hivatalos pontozást. A középsúlyú Super 8-as torna győztese tehát Komjáti László a kék sarokból.